Köszöntök mindenkit a Babolvár Játékközpontban. A Játékközpont szervezésében alakult most ez a szakmai nap. Az első előadón Kovács Tóth Anna konduktor, óvodás és kisiskolás gyermekek konduktor szemmel címmel tartja az előadását. Kérem, fogadjátok szeretettel. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon. Kovács Tóth Anna vagyok, konduktor. 2018-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Pető András karán, régi nevén Pető Intézet, így lehet, hogy többen hallottatok róla. Ugyanabban az évben elvégeztem a csecsemő és gyermekmasszázs oktatói képzést, Cserenyogasztrász Virága. Majd egy évet a Bliss Alapítványnál dolgoztam súlyos halmozottan sérült fiatal felnőttekkel. Aztán az Újbudai Fejlesztőházban lettem óraadó konduktor vállalkozóként. Ugyanabban az évben fafáró terapeuta lettem, aztán elvégeztem a Dynamic Tape képzést. Külföldön volt szerencsém dolgozni Németországban, és jelenleg fegyverneken vagyok az Orci Anna Katolikus Általános Iskola és Óvodában óraadó konduktorként, heti egyszer, mert egyébként van egy másfél éves kislányom, és vele vagyok otthon. Oké. Mit is csinál a konduktor? Mi CP-nek szoktuk nevezni, csúnyább neve a cerebrális parézis, diagnózissal élő gyerekek és felnőtteknek a rehabilitációja vagy habilitációja. Mit is jelent ez? A cerebrális parézis az azt jelenti, hogy amikor megsérül a központi idegrendszer, legyen az az agy vagy a gerincvelő, ebből adódik egy mozgássérülés, és ezeknek a személyeknek segítünk a fejlesztésében. Általában gyerekekkel, a konduktorok kisebb része foglalkozik felnőttekkel is, de benne van a kompetenciánkban a szklerózis multiplex, a Parkinson-kor, a stroke utáni rehabilitáció, a koponyasérülés utáni rehabilitációnak is a végzése. Ami nagyon fontos, hogy a konduktor pedagógusnak számít, akármilyen furcsa is, vagy tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy mivel egészségügyi dolgokat is csinál, ezért egészségügyi szakembernek számít, hát nem. És amit hivatalosan végzünk, az a pedagógiai rehabilitáció, akármilyen furcsán is hangzik a két szó egymás mellett. Tehát ebből adódóan a konduktor dolgozhat óvodában és iskolában is. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy csak olyan iskolában és óvodában dolgozhatunk, szia, gyere nyugodtan, amelynek az alapító okirata tartalmazza azt, hogy sajátos nevelési igényű gyermeket fogadhat az iskola. Nem tudom, itt a jelenlévők közül, akik oviba meg suliba dolgoznak, fogadtok-e SMS gyereket, vagy BTMS gyereket? Szuper, oké. Ugye az SNS gyerekkel érkezik egy szakértői vélemény, ami egy elég hosszú dokumentum, és ebben van egy csomó minden, de igazából itt az a lényeg, hogy ez tartalmazza azt, hogy milyen szakembernek kell ugye foglalkozni a gyerekkel, és heti hány órában. Nem tudom, hogy itt, akik hozzátok járnak, SNS gyerekek hozzá, milyen szakemberek járnak, ezt meg lehet kérdezni. Vagy pedagógus, fejlesztő pedagógus? Oké. Egyéni vagy csoportos formában történik a fejlesztés. Én most személy szerint csak egyéni fejlesztés végzek, mivel egy gyerekem van az óvodában, és egy gyerekem van az iskolában. A nagyoknál is és kicsiknél is komplex mozgásfejlesztést végzünk, és az óviba szokott még lenni nagy csoportosoknak részképességfejlesztés és iskola előkészítés is. Amikor egy baba megszületik, a kis cukika, és amíg be nem kerül az óviba, ugye ott eltelik 3 év, ami azért a gyerekek életében egy iszonyatosan nagy idő, és amikor bekerülnek az óviba, egy kés csomaggal érkeznek. Nem integratív módon gondoltam ezt a csomag kifejezést, csak hogy lássuk, hogy mennyi minden tartozik ebbe a kis csomagba. Ott annyi minden történik, mindenki hozza a kis saját kutonyát, nem tudom hányan vannak most egy óvodai csoportba, 20-an? 25-en? Igen, és nektek azzal kezdenetek kell valamit napi 8 órában, ami azért nem könnyű. Ott ugye van egy szülési élmény, valamilyen fajta kötődés, családi háttér, nem tudjuk milyen a mozgásfejlődés, nem tudom, amikor felveszitek a gyerekeket az óvodába, történik valami nézés. Tehát kikérdezitek, hogy aha,
Milyen volt a mozgásfejlődés, a beszédfejlődés van, hogy még akkor is ugye folyamatában zajlik, mikor bekerül az intézménybe. És ugye az írési folyamatok, a szobatisztaság. Én úgy tudom, hogy ma úgy kerülhet be egy óviba a gyerek, hogyha szobatiszta. Ez még így van? És vannak olyan gyerekek, akik még belúsosan, mikor bekerülnek? Igen. Oké. Okay. Összeszedtem egy pár tünetet, de szerintem akik itt ülnek, legalább még kétszer ennyit tudnátok összeszedni. A teljesség igénye nélkül felszólításra nem reagál, szorong, figyelme szétszórt, nem tud megülni egy helybe, állandóan matatni kell valamit. Agresszív a viselkedése, dühöhama van, ismerősek ezek a tünetek? És hát az a helyzet, hogy hiába van egy-két tünet, vagy akár három, sajnos nem mindig lehet erre azt mondani, hogy biztos, hogy van valami a háttérben. És azért szerettem volna ezeket így összeszedni, mert az a helyzet, hogy amikor produkál egy gyerek egy tünetet, egy-két tünet, az ugye nem tünet. Tehát, hogy az lehet a habitusából, a személyiségből adódó, esetleg az otthoni mintákból hozott viselkedésnek az eredménye, és amikor mondjuk a felszólításra nem reagál, lehet, hogy mostanában azért elég népszerűek azok a cikkek, hogy ha így viselkedik a gyerek, akkor biztos szenzoros, biztos ADHD-s, biztos autista. Most ezekben nem mennék bele, de lehet, hogy fizikai elváltozás van. Tehát mondjuk egy hallásvizsgálattal kizárható az, hogy mondjuk a hallásával bármi lenne. És annyira komplex vizsgálatot igényel, mielőtt egy gyerek kap egy diagnózist, hogy arra azért nagyon-nagyon sok szakembernek a tudására van szükség, köztük a gyógypedagógus, a pszichológus, a pszichiáter, gyógytornász, óvodapedagógus, ne felejtsük el az asszisztenseket, és a gyermekházi orvosát, tehát hogy ő mit tapasztal, ő mit lát, ő egy csomó minden ki tud szűrni, tehát mondjuk vegyük ezt, hogy nem tartja a szemkontaktust. Lehet, hogy nem tartja a szemkontaktust, de nem autista, hanem nem hall, és a szádra figyel, és próbálja leolvasni, hogy éppen mit mondasz, és ezért nem tartja a szemkontaktust. Úgyhogy nem tudom, itt mennyire jellemző, mert nem régen költöztem vissza ide Turkevére, szóval ebben még nem látok bele, hogyha van egy problémás gyerek, mennyire hamar jut el szakemberhez, erről tudom? Nem. Sokat nagyon-nagyon bólogatnak. Aha. Na, most Pesten az a helyzet, én 10 évet éltem ott, hogy produkál egy gyerek, nem tudom, 2-3 tünetet, és pár hónapon belül megvan a diagnózis. Annak is megvan az előnye, mert legalább állami keretek között kap fejlesztést, de azért nagyon sokban megnehezíti az ő életét is, meg a szülőjét is. Igazából ezzel csak az a célom, hogy megmutassam, hogy van egy csomó tünet, de nem biztos, hogy idegrendszeri eltérés áll a háttérben, és nem mondhatjuk rá azt, hogy biztos, hogy baj van vele. Oké. Hoztam egy pár olyan dolgot, ami nektek biztos, hogy ismerős, és csináljátok az óviban, de az a gyerek, akinél mondjuk a kúszás-mászás kimaradt, vagy valami éretlenség, az Áginak kedvenc szava lesz, éretlenség áll fent, nagyon-nagyon hasznosak ezek a dolgok, amiket itt felsoroltam, mindjárt végén megyünk rajta. Úgyhogy akár a kúszás-mászás kimaradt, akár bármi tünetet produkál azok közül, amik fel voltak sorolva, de akár egy olyan gyereknél, ahol semmi nincsen, tényleg minden tökéletesen működik, nekik is nagyon hasznosak ezek a feladatok. Mondjuk az állatutánzó mozgások, a mászás, a mackójárás, a krokodilkúszás, ugye rengeteg kézműveskedés, az óvodákban azért kicsit gyakrabb, az iskolában már inkább csak technikaórán vagy rajzórán, ha jól tudom, ugye a gyurmázás, a papírgyűrögetés, a tépkedés, a gombócolás, meg a sok-sok taktilis ingerlés, részbelajzolás, egymás hátára rajzolás, tüsilabdával simizés, csikizés, szenzoros szőnyeg, ezekről hoztam fotót, mindjárt mutatom. És odaírtam hatalmas betűkkel, hogy a bőr a legnagyobb érzékszervünk. Ezt azért szeretném kiemelni, mert amikor a pocakba bekerül egy kis baba, és talán még anyuka se tud róla, három kis csíralemezből indul az egész folyamat, és az a kis csíralemez, amiből a bőrünk fejlődik ki, abból fejlődik ki az idegrendszerünk. Tehát bármit csinálunk a bőrünkkel, ha csak megsimítjuk, ha megcsikizzük, az mind-mind hatalmas hatással lesz az idegrendszernek a fejlődésére.
ezt hasznosnak véltem kiemelni. Oké, vesztibuláris ingerlés, más néven egyensúlyi ingerlés, akár egy bukfenc, egy hinta, egy bilibó, erről is hoztam képen, mindjárt megmutatom, és az öldéli játékok, erre majd a következő előadásban nagyon-nagyon sok tippet fogtuk kapni. A bukfenchez még hozzátenném, hogy amikor beszédindítást végzünk egy gyereknél, mert nagyon nem akar valamiért elindulni a beszéd, nagyon sokszor bukfenceztetjük a gyerekeket, ilyen két-két és fél éves kortól azért már bátran bukfenceznek, valaki hamarabb, valaki később, de két-három bukfenc olyan hatással van az idegrendszerre, mintha frissítenénk vagy újraindítanánk a számítógépet, iszonyatosan hasznos, és azért szoktam ajánlani, mert nem kell hozzá akárcsak egy szőnyeg, és nem kerül semmibe, a gyereket lefoglalja, jól érzi magát, és még jótékony hatása is van. Oké. Kézzel készített szőnyegeket is hoztam nektek, meg majd nem tudom, hogy miért lehet még vásárolni vagy venni, de aki nem akar 10-20-30 ezer forintokat kiadni ilyen szőnyegekre, otthon, házilag, vagy akár az óvodába, iskolába, kisiskolásoknál is simán el tudom képzelni. Én most egy 5. osztályos fiúnál használom. Én már összekötöm kognitív feladatokkal, rálép a szőnyegre, és akkor kérek egy prímszámot, egy páros számot, színeket, számokat, akár a törítésbe lehet hozni, magyar királyokat szoktunk sorolni, stb. Stb. Nagyon szeretik a gyerekek. A baloldali kép az a gyárilag legyártott szenzoros szőnyeg. Igazából ezeknek az a lényege, hogy különböző felületeken lépkedjenek a gyerekek. Kúszómászó gyerekeknél a kézingerlés is nagyon fontos, úgyhogy én már kúszómászó gyerekeknek is szoktam javasolni. A bilibó a másik, tényleg úgy néz ki, mint egy bili. 3 hónapos kortól szokták javasolni, én van, hogy hamarabb is belerakom a babákat, nagyon jól lehet benne őket hintáztatni. És én ezt hát óvodásokkal még bőven használtam, de szerintem kisiskolásokkal is simán lehet beleállni egy lábbal, két lábbal, ugye ott már tudják egyedül hintáztatni magukat, csak kézzel, csak lábbal, csak balra, csak jobbra, tehát végtelen számú a felhasználási módja, meg lehet fordítani, úgy is rá lehet állni mezikláb rajta, egyensúlyozni. Oké, a tüsilabdát már említettem, nagyon sok felhasználási módja van ezeknek is. A simizés, csikizés, színtanulás, tényleg rengeteg felhasználási mód, és mellette az alagút. Én ezt nagyon szoktam ajánlani, mert ez is egy nagyon jó szenzoros inger a gyerekeknek, és nem tudom, ti hallottatok-e olyan teóriát, hogy azok a babák, akik császármetszéssel születnek, nem szeretnek az ilyen szűk helyekre bebújni. Én a munkám során próbálom így az anyukákat kérdezgetni, hogy ki az, akinél ez így van, ki az, akinél nem, és nagyjából fele-fele az arány, tehát a császáros babák fele simán bemászik, kérni se kell, és a másik fele hallani se akar róla, úgyhogy nem tudom bizonyítani, hogy ez így van. Oké. Egy kicsit komolyabb vizetbe hoztam nektek egy ilyen ábrát, vagyis kettőt. Nem tudom, kinek ismerős esetleg ez a kép? Jó, köszi. Oké, ezt úgy hívják, hogy homunculus. Ez egy úgynevezett érzékszervi térkép, nyilván nem térkép, ez egy leképeződése annak, ami az agyunkban történik. Tehát, hogyha használom a kezem, használom a lábam, vagy csak megsimítom a kezem, megsimítom az arcom, itt látszik, hogy az idegrendszerben ez... Mindjárt mutatom. Tehát ez az agyunknak egy keresztmetszete, és itt látszik, hogy mekkora része ingerlődik annak a hatására, amit éppen csinálunk. Hogyha egy emberábrázolást akarunk belőle csinálni, akkor itt látszik, hogy például amit a kezünkkel csinálunk, sokkal nagyobb térképe van úgymond az agyunkban, mint amit mondjuk a térdünknél csinálunk, most csak mondtam egy példát. Tehát a két legnagyobb terület a kezünk és a szánk. Ez annyiban lehet izgalmas, hogy amikor például írni tanítjuk a gyerekeket az iskolába, és azt mondjuk, hogy kerekítem, 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 ugye csinálja a kezével, mondja a szájával, így ennek az agyterületnek minimum a 80%-a ingerlődik. Így sokkal-sokkal nagyobb a bemenetel, ami azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabban tanulja meg az adott gyerek azt a dolgot, amit
beszéddel is kísér. Tehát ezért fontosak a mozgásos mondókák, az énekekkel összekötött nagy mozgások, mert sokkal-sokkal jobban megtanulják az adott dolgot a gyerekek. Összeszedtem néhány kérdést az elmúlt 5-6 évből, amivel mindig megkeresnek a szülők, vagy sokszor megkeresnek a szülők, és gondoltam, hogy ezeket elmondom nektek. Az egyik a lúdtart és az egyéb lábdeformitások. Nos, sokan megkeresnek, mondjuk ilyen másfél, két éves sincs a gyerek, picit bedől a buka, picit így áll a láb, picit úgy áll a láb. Most az a helyzet, hogy a gyerek lába 6-8 éves korig alakul. Én azt tanultam attól az ortopéd sebésztől, aki minket tanított az egyetemen, hogy 6 éves korig nem mondhatjuk egy gyerekre azt, hogy lúgtalpas, minimum. Nyilván kell foglalkozni vele, ha nagyon kóros, de én azt érzem, hogy manapság ebből már akkora marketinget csináltak, hogy a szülők fejvesztve rohannak a legdrágább cipőt megvenni, holott igazából arról lenne szó, hogy minél többet menjenek a gyerekek, itt azért vidéken sokkal egyszerűbb, ki a szabadba, homokba, földbe, fülbe, mezítláb járkálni, mert az evolúció során a lábunk meg a gerincünk az úgy lett kitalálva, nem ezekre a kemény felületekre, itt akkora az ütközés, hogy ez nem igazán tesz jót az ízületeknek, hanem kell egy bizonyos ilyen ruganyosság, és emiatt van az a rengeteg lábdeformitás is, meg a rengeteg gerincfájdalom, derékfájdalom, és akkor még az életmódbeli dolgokról nem beszéltünk, hogy többet ülünk, amit kellene, és a többi, és a többi. Tehát a lényeg, hogy nyilván kell egy jó cipő, de nagyon fontos, hogy mi történik a gyerek lábával az első pár évben, és nem biztos, hogy csak a cipő fogja a megoldást hozni. Igazából ez lett volna a célja ennek a résznek. A kéztőcsont növekedés. Ugye a kéztőcsont az ez a része a kezünknek, ez 12 éves korig fejlődik. És ugye a gyerekek, mikor bekerülnek iskolába, már az első pár hónapban elkezdenek betűket írni, nyilván a rajzolás az óvodában is megvan, az semmi gond, de azért a betűírás azért ez nagyon-nagyon finom mozdulat, és azért nagyon sok gyereknek nem megy. Hát nem hiába, ugyanis 12 éves korig nem fejeződik be ennek a kéztőcsontnak a növekedése, és azért ez nagyon sok problémát felvet. És nyilván ez nem a pedagógusok hibája, de hogy ezt igenis szerintem figyelembe kéne venni akkor, amikor írni tanítjuk a gyerekeket, hogy nem fog mindenkinek azért ez ilyen könnyen menni, és hát ezt látjuk is sajnos. Oké, vannak ilyen, nem is tudom, tévinformációk, vagy fals információk, sok ilyen cikket látok a neten, hogy a kúszás-mászás kimaradása egyenlő a diszlexia, diszkalkulia és egyéb diszes diagnózisokkal. Hát ez nem ilyen egyszerű, sajnos vagy nem sajnos. Jó lenne, ha azt mondanánk, hogy igen, hát kimaradt a kúszás, akkor ez van, de akkor ezt vissza tudjuk hozni így meg így. Ha a kúszás és mászás között kellene választani, és lehet, hogy most ezért megkövez valaki, a mászás sokkal-sokkal fontosabb. Miért fontosabb? Azért fontosabb, mert amikor a gyerek támaszt négy kézláb, és elkezd mászni, egy csomó csecsemőkori reflex ilyenkor integrálódik be az idegrendszerbe, ami azért fontos, mert amikor fennmarad egy-egy csecsemőkori reflex, az majd lehet, hogy már csak az iskolába, de vissza fog jutni. Tehát mondjuk, egy aszimmetrikus, tónusos nyaki reflex, amikor a babák, a nagyon pici babák alszanak, elfordítják mondjuk a fejüket, ugye mozog velük a karok is. Tehát ahogy fordítják a fejüket, mozog a kar, és ennek le kell épülnie a mászással, legesleg később. Van, akinek fennmarad, és ez nem kóros, de valakinek igenis balesetveszélyes és kóros a fennmaradása, vegyük mondjuk egy biciklizést. A gyerek megtanul biciklizni, de ahogy fordítja a fejét, fordítja vele a kormányt. Ugyanez a vezetés tanulásnál, nem tudom, hogy bárki tapasztalta ilyet, hogy fordítja a fejét, amikor vezet, és mondjuk fáradtabb, és nem tud úgy koncentrálni, és mozdul vele a keze. Azért ez iszonyatosan balesetveszélyes tud lenni, és ezért nagyon-nagyon fontos a mászás, hogy ezek a reflexek leépüljenek, és úgymond ne foglalják az idegrendszerbe a kapacitást, mert elég sok gubancot tudnak okozni. Nem törvényszerű, de sajnos előfordul, hogy figyelemzavart okoznak, állandóan matatnak valamivel, például az állandó matatás ugye a tünetek között szerepelt a néhány diával ezelőtt,
emiatt is lehet, mert fennmaradt ez a reflex, és annyi maradt meg belőle, hogy mindig a valamit arrébb kell pakolni, valamit matatni kell, lehet, hogy így magatokra is ismertek egy-két tünettel kapcsolatban, de amíg ez a hétköznapi életet nem befolyásolja, addig ez nem bóros. És akkor a diszlexiára visszatérve, azért szokták ezt így összhangba hozni, mert a kúszás és a mászás az első olyan mozdulat a mozgás fejlődésben, amikor a két oldalnak összehangoltan kell működnie, és össze kell hangolni a bal és jobb agyféltekét. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis amikor bekerülünk az iskolába, és elkezdjük mondjuk a számokat tanulni, van a szám képe, tehát azt is ugye fel kell dolgozni vizuálisan, hogy mondjuk ez a hármas, és kell róla lenni egy fogalmamnak, hogy a három alma, az ott három alma. Na, az egyik agyfélteke a számképért felelős, a másik agyfélteke pedig azért, hogy ez eljusson oda, hogy igen, ez három almát jelent, és nem csak a hármas számképet. Tehát ezek az összefüggések mind a két agyfélteke összhangjából adódnak, és ezért szeretik a szülőket, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ijeszgetni ezzel, hogyha nem kúszik, mászik a gyerek, bizony ez lesz a vége, hogy nem fog tudni írni, olvasni, számolni, stb. Stb. Előfordul, igen, hogy egy diagnózis felvételekor, vagy diagnózis kialakulásakor az anamnézisből kiderül, hogy hát igen, nem kúszott, nem mászott a gyerek, de nem egyenesen arányos és nem törvényszerű, hogy mondjuk a kúszás kimaradással biztos, hogy diszlexia lesz a vége. Úgyhogy nem kell ezzel riogatni a szülőket. És az utolsó ponton pedig a fejlesztő játékok. Nekünk fejlesztő szakembereknek szerintem már a hátunkon borsózik a minden ettől a szótól, ugyanis akkora marketinget építettek erre az egész fejlesztés dologra, mindenkit fejlesztünk már mindennel, és nyilván van olyan, akinek kell, és van olyan, amikor tényleg indokolt, de azt érzem, hogy sok 10-20 ezer forintot szednek le a szülőkről azzal a szöveggel, hogy na ettől aztán nagyon okos lesz a gyerek, és csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem minden fejlesztőjáték igazán fejlesztőjáték. A legeslegfontosabb szerintem az, hogy a gyerek nyilván szeretve legyen, gondoskodjunk róla, együtt játszunk, élményeket adjunk neki. Az, hogy veszünk egy, most mondok egy példát, lehet, hogy most elásnak itt mindjárt engem, mondjuk egy tanulókutyust, én ezt bátran vállalom, hogy nem szeretem, mert megnyomjuk, oké, zenél, beszél, és nincs tovább. Tehát, hogy így ennyi a funkciója, de mondjuk egy bilibónak, amiről az előbb beszéltem, egyrészt évekig tudjuk használni, másrészt végtelen számú a felhasználása, vagy akár egy építőjáték, egy fa építőjáték, abból is dinót lehet építeni, várat lehet építeni, a hercegnőnek, nem tudom, lovacskát lehet építeni, tényleg rengeteg a felhasználása. Szóval, hogy egy kicsit lássunk amögé, hogy mi zajlik itt ezekben a berkekben. És ezt csak azért hoztam be, mert biztos, hogy tőletek is nagyon sokan kérdezik a szülők, mondjuk egy karácsony előtt, hogy mit ajánlatok, vagy az oviba mit szeret a gyerek, mivel szeret játszani, hogy mindig a nyílt végű játékokat szoktam ajánlani, tehát amivel végtelen számú a lehetőségek tárháza. Az ilyen nyomkodó, zenélős játékokat én megvallom, nem nagyon szeretem. Egy dologra oké, megtanulja, hogyha megnyomja, akkor zenél. Az okozati összefüggés megtanulja, de hát nagyjából ennyi történik. Még mondjuk egy alagúttal azért nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni. Akkor én nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, és akkor át is adnám a szót Ázsulnak.